Mikulás osztottak. osztottak a rászorulóknak itt kisteleken. Az egyik szervezőt, Bakosnyi Csúri Erzsébetet kérdeztük a részletekről. Mikulás osztottak a rászorulóknak itt kisteleken. Erről kérdezem az egyik szervezőt, Bakosnyi Csúri Erzsébetet. Köszöntöm, hogyan is jött ez az ötlet, hogy Mikulás csomagok kerüljenek kiosztásra itt kisteleken? Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Onnan eredt ez az ötlet, hogy hát testvérem olyan típus volt, aki szeretett adakozni. Különösen a gyerekeket nagyon szerette, és gondoltam így az emlékére, ha mondhatjuk így, szervezek egy ilyen jótékonysági, ilyen Mikolás csomag adakozást. Hát egyedül ez ugye nem ment volna, és Vasrózsával közösen csináljuk ezt az egészet, ő segített nekem, és meghirdettük a Facebookon, és akkor így kerestek, jöttek az emberek, adtak adományokat. Csokoládé, cukor, mikulás csomag. Kimondottan nem akartunk játékokat, mert ugye a játék az olyan, hogy a gyerekek, vagy hát az tiéd nagyobb, meg az jobb. És akkor a csokoládé, cukor, az pedig mindenki szereti. Hány csomag került adományozásra a gyerekeknek? 55 darab csomagot sikerült összeállítanunk, tehát 55 kisgyerek örült nagyon a télapónak és tehát nagy volt az öröm. Nagyon boldogok voltak a gyerekek. Miért pont rászoruló családoknak lettek adományozva ezek a csomagok, és mi alapján lettek kiválasztva? Hát olyan az alapján próbáltuk kiválasztani, hogy aki tényleg vagy munkanélküli a szülő, vagy nem engedheti meg magának, hogy hát ilyen csokoládét, drágább csokoládét adjon a gyereknek. Akkor volt közte olyan is, aki egyedül nevelte, a kicsit egyedül neveli, és tehát mindent megtesz. És bizony, bizony azoknak is nagyon jó esett a Mikulás ajándéka. Azt említette, hogy nagyon örültek a, a csomagoknak, de milyen, milyen élmény volt látni az arcukon ezt az örömet, és mennyire örültek a gyerekek ezeknek? Hát maga az élmény, az megfizethetetlen, tehát az, mikor bekopogott a Mikulás az ajtóm, és kinyitotta a szülő, már eleve az is, hogy meglepődött a szülő is, tehát biztos előjött benne is az, hogy ó oh, most akkor Mikulás létezik, vagy nem létezik. <laughs> tehát meglepődött, hát a gyerekeknek hát meg egy óriási öröm volt, hogy meglátták a télapót, és hogy hozzájuk személyesen ment. Várható a jövőre ilyen adományozás, mik a tervek? Igen, mivel hogy ez nagyon jól sikerült, szerencsére, így tervezzük, hogy jövőre is szervezünk ilyen adománygyűjtést és osztást. Csengele polgármesterét, dr. Tóth Tibort kérdeztük, a település óvodájában és iskolájában várható változásokról. Dr. Tó Tibor Csengele polgármesterét kérdezem a település iskolájában és az óvodájában. Történt és várható beruházásokról és fejlesztésekről köszöntöm. Mi várható az általános iskolában? Erről mit tudhatunk? Szeretettel köszöntöm én csak a kis Televízió nézőit. Nagy öröm számunkra, hogy az általános iskolába ugye tornaterem fog épülni. Ez a tornaterem a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretein belül valósul meg. Ugye ez egy 2014 áprilisára visszavezethető kormányrendeletbe van foglalva, amely először rendelkezett ugye több településen ugye tornatermek, illetve tanúszodák építéséről, és ugye ennek több későbbi kormány kormányhatározó Jött ki ugye, mint végrehajtási jogszabály. Ehhez a kormányrendelthez most a legutolsó, az november 17-én volt e, idén, amiben ugye a miniszterelnök úr e, aláírásával e, jött ki ugye az akkor megjelent magyar közlönybe a forrás biztosításáról is ugye rendelkezett. Ez 572 millió forint, ami e, forrásból ugye ez a tornateremit csengelén meg fog épülni. E, régóta vártunk már ugye erre beruházásra, ez tényleg egy több cikluson áthúzód a beruházás, nem az önkormányzat beruházása, tehát itt magyar ország kormánya a beruházó, aki ugye ezt a tornatermet megépíti nálunk is, úgy, hogy a többi településen is. Annyi, hogy mi nyilván, amiben tudunk segítünk, ez azt jelenti, hogy ugye a területen, ahova épül a tornaterem régi raktárhelyiség, illetve egy régi WC áll, aminek a bontási munkálatai november 25-én megkezdődtek, és előreláthatólag reményeink szerint január közepén már át tudjuk teljesen tisztán adni a kivitelezőnek a terepet. Az óvoda légtisztítókat kapott, erről mit tudhatunk, hogyan is sikerült ezeket beszerezni. Igen, ma reggel került átadásra az óda részére egy ózongenerátor, ami ugye egy elég komoly légtisztító berendezés. Alpolgármester úr jóvoltából ugye Mikulásra ezzel lepte meg ugye a Csengelei Szivárvány óvoda és mini bölcsöde intézményünket. Ő ezt ugye a saját tiszteletdíjából vásárolta, úgy, ahogy más alkalmakkor is, például a karácsonyi díszkivileg, díszkivileg, díszkivilágításba is több elemet vásárolt ugye a saját tiszteletdíja terhére. Így úgy szintén egy ilyen jótékony szándékvezérelte a aminek ezúton is nagyon örülünk, és nagyon szépen köszönjük. Ki fogja szűrni ugye a levegőből az ott levegő vírusokat, baktériumokat, illetve porszemcséket is. A tavalyi tél folyamán is már több szülő jelezte, hogy erre igenis szükség lenne, mert az óvoda épülete egy viszonylag modern 2007 ben épült épület, és ugye ennek megfelelően padlófűtés van több helyiségben is, viszont a padlófűtés az mellett, hogy nagyon gazdaságos, nagyon jó tudja lebegtetni is ugye a porszemcséket, ami azért az egészségre annyira nem előnyös, és ez a légtisztító berendezés így ezt is ki fogja tudni szűrni. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük ezt a nemes felajánlást alpolgármester úrnak. A Csengelei Művészeti Iskola egy ünnepi műsora készült a lakosság számára. Mennyiben volt ez másabb az előző évekhez képest? Igen, ez egy nagyon kedves gesztus volt a művészeti iskola, illetve a művészeti iskola növendékei részéről is. Külön köszönet életé meg ezért a Cirok házaspárt, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy én is egy rövid kis köszöntővel a falu lakosait köszönhettem. Sajnos ugye ez egy rendhagyó műsor volt, az idén először fordult az elő, hogy nem személyesen a faluházba ülve adták elő ugye az ünnepi műsorukat, hanem ugye csak online nézhették ugye a lakosok, de mindig pozitívan próbáljuk fölfogni a dolgokat, és ugye úgy gondoljuk, hogy ez is több, mint hogyha ez se lett volna, tehát ezért is örültünk ennek. Tehát ez egy rendhagyó műsor volt, és egy viszonylag hosszabb előadással a kisebbektől a nagyobb gyerekekig mindenki a furujától kezdve nagyon szuper számokat adtak, én mindenkinek ajánlom melegen, hogy nézze meg ugye az erről készült videót, és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok. Új szakfelszereléseket kapott a kis önkéntes tűzoltóság. Kácsor Pétert kérdeztük a részletekről új szakfelszereléseket kapott a kis telki önkéntes tűzoltóság. Erről kérdezem Kácsor Pétert, köszöntelek. Mit tudhatunk ezekről, mik voltak ezek is, hogyan is kerültek ezek a önkéntes tűzoltókhoz? Köszönöm a meghívást, illetve köszöntöm én is a tévénézőit. Minden évben kírja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófvédelmi Főigazgatóság ezt a pályázatot, ami önkéntes tűzoltó egyesületek vehetnek részt. Jellemzően azt az utat szokták választani az egyesületek, hogy eszközökre pályáznak. Van mód anyagi támogatásra is, például üzemanyagra, szertárfelújításra, egyéb működési költségekre, de mi, mint egy nem indult egyesület az előző évekhez képest most is azt az utat választottuk, hogy eszközöket szeretnénk ebből beszerezni. És ez úgy szokott működni, hogy van egy támlázat ebben, fel vannak sorolva a szakfelszerelések, van hozzá egy állista, ezeket összeállítjuk. A mi keretünk egyébként az együttműködési megállapodásban meghatározott besorolás, illetve fokozat szerint az idén 1 millió 100 ezer volt. Ez nem jelenti azt, hogy ez automatikusan jár, ez nyilván egy döntés után derül ki. Nagyjából ezt az összeget azért sikerült az idén is megszerezni. Három fő eszközre, felszerelésre tettük az idén a megbeszélés alapján az esküt. Az egyik egy úgynevezett dugólétra, ami közel 10 méter hosszú négy tagból áll, ezek külön-külön és egyben is használhatóak. A másik egy vadonatúj bevetésű védőruha, a harmadik pedig egy légző felszerelés. Ehhez annyi kiegészítést tennék, és ismét megköszönném a két hölgynek, Remzső Fanninak és Zsótér Arankának, hogy ők a tavalyi évben egy sikeres adománygyűjtést indítottak, ami azt a célt szolgálta, hogy egy légző felszerelést vásároljunk. Ezt ki kellett egészítenünk némi önerővel, de ezt az idén sikerült beszerezni, és most a párját egy szinte teljesen vele megegyezőt sikerült ebből a pályázatból mellé tenni, mert igazából a légző készülékre és annak használatáról azt kell tudni, hogy az csak párban működik, tehát az úgy nem megfelelő és nem helyén való, hogy egy tűzoltó egy légzőben bemegy mondjuk egy káresetnél egy házhoz, vagy hát egyáltalán bedolgozik, dolgozik, tehát ezt mindig párban szoktunk használni, nyilván első ugye a tűzoltók élete és az ő biztonságuk a beavatkozás közben, így most már egy év elteltével elmondhatjuk, hogy van kettő belőle, ez Szerintem egy röntelés pozitív dolog a létrát említettem és a ruhát. Sajnos ezek olyan drága felszerelések, hogy ezek nagyjából a keretet kiismerítették, fölmerül a kérdés, fölmerült már, hogy mi a jó Isten kerül ennyibe. Hát egyrészt az, hogy ezek az eszközök hivatottak a mi életünket is megvédeni, másrészt pedig el kell fogadnunk azt, hogy a hivatalos, hivatásos katasztrófa védelem, illetve hát a tűzoltóság ismertem nevén, nekünk felügyeleti szervünk. Ők előírják azt, hogy milyen eszközökkel dolgozhatunk, úgy, hogy természetesen ők maguk is. Ezek bevizsgált, minősített eszközök, Lehetne venni, megkérdezték külön, miért nem veszünk a tűzében 40 ezer forintért egy ilyen létrát. Azért, mert azt nem fogadják el. Tehát azt nem használhatjuk, azt nem fogjuk tudni bevizsgáltatni. Annak semmi értelme, hogy hordjuk az autón, de egyébként, ha káreset van, akkor nem elfogadott a használata, akkor amúgy meg minek. Úgyhogy <kül> sajnos, abból a szempontból sajnos, hogy ugye a drágaságuk az, az hátrány ezeket az eszközöket kell választani, amúgy meg, amúgy meg tényleg jó eséllyel a, a kollégák életét fogják megmenteni azáltal, hogy tényleg ezek megfelelő erről beszerzett jó minőségi eszközök. Így most azt gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel nagyjából helyén van a tűzoltók által használt mindennapi szóhasználatban az, a, a autó málhája. Talán még majd egy pár tömlőt kell a közeljőben szerezni, de azt, azt gondolom, hogy akár még önerőből is meg tudjuk venni, azok nem olyan ö, drága eszközök. Így ö, a láncszűrészeinkkel, szivattyúval, áronfejlesztővel, most már megfelelő ruházattal, ö, tömlőkkel, ö, szerintem mindenféle káresethez, ö, ki tudunk menni és be tudunk avatkozni, kivétel talán a, a, komolyabb balesetek, ahol, ahol autóba, összeroncsolódott autóba szorult sérülteket kell kiszabadítani, de ezt egyébként is úgyis a hivatások szokták végezni, ez egy komolyabb tudást és másfajta eszközöket igényel. Ezzel én egyelőre nem is kívánok foglalkozni a jövőben, ez az ő tudásuknak, megtapasztalatuknak megfelelő feladat. Nagyon szívesen segítünk a helyszínen, kiemelni a sérültet, helyszínt biztosítani, volt már rá példa lesz is a jövőben is, de a tényleges beavatkozást azt ilyen esetekben meghagyjuk nekik, úgy gondolom, hogy mindenkinek úgy a jobb egyébként. A Csongrád megyei rendőrfőkapitányság megyei baleset megelőzési bizottságának tájékoztatását hallhatják, a balesetmentes téli közlekedésről és a jégen tartózkodásról. Téli közlekedés a jégen tartózkodás szabályai. A téli időjárást nehezíti a biztonságos közlekedést, váratlan helyzeteket idézhet elő. Hóesésben, ködben csökken a látótávolság, a párás időben a járművek körvonalai elmosódnak. Szemünk révén érkezik az információk 90%-a, ezért a közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében fontos a láthatóság növelése. A tél sok örömet tartogat, de egyúttal számos veszélyt is rejt magába. A téli balesetek elkerülése, illetve a biztonságos jégen tartózkodás szabályairól néhány hasznos tanács. Gyalogosoknak. A csúszós, havas, jeges járdák baleset veszélyesek. Télen különösen fontos, hogy óvatosan, megfontoltan közlekedjetek a járdán, a gyalogutakon. A tetőről lezúduló hótömeg, jégcsapok miatt tanácsos a járda külső felén közlekedni az ilyen helyeken. A jeges zebra fehér csíkjai jobban csúsznak, nagyobb óvatosságot igényelnek. A kapucni korlátozza a látóteret, helyette sapka viselése ajánlott. Kerékpárosoknak. A téli közlekedésben a legfontosabb az óvatosság. Ellenőrizni kell a bicai állapotát, főleg a fékekét és a gumikét. Fékbetét csere sűrűn javasolt, és csúszós úton sokkal jobban tapad az alacsonyabb nyomáson használt gumi. Nem lehet megtanulni, hogyan kell a jégen biciklizni, pláne, ha az a tükör jég fél centis friss porhó alatt van. A régen átmenő villamos sín a szokásosnál is jobban csúszik, a kövezett utak korcsolyapályákká pályákká válnak. A kerékpár hiányossága, vagy ha nincs megfelelő ruházat, nincs elég rutina bicajjal a váratlan helyzetek kezelésére, esetleg az időjárás kellemetlenné teheti a bringázást. Ha a megfázás tünetei tapasztalhatóak, semmiképp se induljunk el kerékpárra, senki helyette gyaloglást vagy a tömegközlekedést kell választani. A jégen tartózkodás szabályai. Tartós hideg hatására kellően megvastagodnak az élővizek jégtakarói. A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A szabad vizek jegén tartózkodni csak azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá. Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járműve, a biztonságos munkavégzés kivételével, kikötők és veszteglőhelyek területén, folyókon, azon mellékágain. A jégen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat. Hogyan válaszátok ki a korcsolyázás, fakutyázás helyét? A jégrelépés előtt vizsgáljátok meg annak minőségét. A legbiztonságosabb a jól átlátszó homogén állapotú jég. A part közelében a jég rendszerint vékonyabb, néha üreges, ezért könnyebben törik. Beszűkülőseknél áramlatok gyöngíthetik a jeget. Sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb, mint a hómentes helyeken. Legalább 8 cm-es jégtakaró szükséges a biztonságos téli jeges portoláshoz, de 12 cm-es jégvastagság esetén már biztonságosan tudtok korcsolyázni, a szánkózáshoz minimum 18 cm-es jégvastagság szükséges. A jég a tavakon, nyílt vizeken soha nem egyforma vastag, ezért ne kíséreljünk meg rajta átkelni. Fontos tanácsok, soha ne egyedül menjetek a jégre kikapcsolódni legalább ketten, optimális esetben hárman együtt sportoljatok, így tudtok egymásra figyelni, illetve egymáson segíteni baj esetén. Szüleitek mindig tudják, hogy hová mentek és kikkel. Fontos a ruházat, helyes megválasztása. Testhez simuló, több rétegű, lehetőleg kis nedvszívó tulajdonságú termo-orkán-pamut ruhát választhatok. Ezek lassan engedik át a vizet. A jégen nyugodtan és egyenletesen lépkedjetek, ha elesnétek, az fokozza a jég beszakadásának esélyét. Mit tegyünk, ha beszakadt alattunk a jég? A jég jól hallható recsegése, ropogása biztos előjele annak, hogy bármelyik pillanatban beszakadhat. Ha ilyet hallotok magatok alatt, azonnal feküdjetek minél nagyobb testfelülettel a jégre, és próbáljátok meg a legközelebbi biztos pontot hasoncsúszva elérni. Ha beszakadt alattatok a jég, tárjátok szét karjaitokat és dőljetek előre. Próbáljátok megakadályozni, hogy a jégfelület alá vagy lemerüljetek a vízbe. Próbáljátok meg nyugodtak maradni és kimászni a jégfelületre, majd hasonkúszni a part felé. Kerüljétek a felesleges mozdulatokat, megőrizve így a ruházatban lévő szigetelő légréteget. Ha a jég újból és újból beszakad, vágjatok magatoknak utat a part felé addig, amíg ki nem értek a partra, vagy teherbíró jégfelülethez nem értek. Hogyan nyújthatunk segítséget másoknak? Nem szabad felkészületlenül mások mentésébe kezdeni, mert saját életeteket is veszélybe sodorhatjátok. Ha baj történt, azonnal segítséget kell hívni a 112-n. Hasoncsúszva kell megközelíteni a jég közé került szemét, de nem menjetek egészen a beszakadásig. Az utolsó szakaszt át kell hidalni segédeszközökkel, hosszú ág, bot, kötél, nadrágszíj, esetleg több ruhadarab összekötve. Ha több segítőtárs van a helyszínen, láncot kell alkotni úgy, hogy mindenki hasonfekve az előtte levő lábát fogja. Az oda nyújtott segédeszközökkel húzzátok ki a szerencsétlenül jártat a jégre, majd a partra. A jeges vízből mentett embert nem szabad azonnal a túlfűtött helyiségbe vinni. A jeges ruházatától meg kell szabadítani, dörzsöléssel próbáljátok a vérkeringését beindítani. Az ilyen szemét minden esetben orvosi elsősegélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni. Ha van mobiltelefonotok, azt mindig feltöltött állapotban vigyétek magatokkal, így azonnal tudtok segítséget hívni. Érdemes figyelembe venni, hogy a mobiltelefon akkumulátora nagy hidegben hamarabb lemerülhet. Baleset bejelentése. Bejelentéskor mondjátok el neveteket, telefonszámotokat, valamint hogy hol és mi történt. Ha körültekintőek vagytok, a nyílt vizek lehetséges téli veszélyeit ismeritek és betartjátok, akkor a jeges egészséges kikapcsolódást és nem szomorúságot okoz. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kíván a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság megyei balesetmegelőzési bizottsága, hogy mindenki hazaérjen.